Kedves nézőink, a következő stúdió beszélgetésben az őszi-téli közlekedésre való felkészülésről hallhatnak. Köszönöm a stúdióban Ludvai Zsoltot, az Ajkai Rendőrkapitányság közlekedési rendészeti alosztály vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön a gyúr, hogyha téli felkészülés, közlekedési felkészülésről beszélünk, akkor legtöbbeknek talán először a téli gumi, autógumi jut eszébe, amiről nagyon sokan még mindig azt gondolják, én is azt gondoltam egyébként valamikor, hogy a gumigyártók hókusz-pókusza csak. Ez a téli gumi, nyári gumi, négy évszakos gumicsere. Ezzel kapcsolatban mi az igazság? Nem, téli gumi az tényleg egy nagyon hasznos felszerelés lenne. Igaz, hogy Magyarországon még nem kötelező a járművezetők részére a használata, de mindenképpen megfontolandó és célszerű lenne. Rendkívül sok közlekedési balesetet lehetne ezzel megelőzni, kivédeni, hogyha szélesebb körbe terjedne a használata. Gyakorlatilag, hogyha levegő átlag hőmérséklete plusz 7 Celsius fok alá süllyed, akkor célszerű téli gumival ellátni a gépjárműveinket. Ennek a szerkezete és a felépítése is teljesen más, mint egy nyári gumié. Sokkal puhább, lágyabb anyagból készül, sokkal jobb a tapadóképessége. 1600 lamellával van gyakorlatilag egy téli gumi felszerelve, tehát sokkal jobban elvezeti a havat, sokkal jobban tapad egy hideg, fagyott, jeges úttesten, mint a nyári gumi, ezáltal sokkal rövidebb féktávolságon belül is meg lehet állni a gépjárművünkkel. Tehát mind a vezetőnek, mind az esetleges gyalogosoknak, más autósoknak sokkal nagyobb biztonságot, jelent. És sokaknál meg is áll itt a téli felkészülés, az autóra gondolok, hogy kicseréltem a gumit, esetleg föltöltő az ablakmosó tartály fagyállóval, és akkor itt vége is van. Valóban? Valóban, de jó lenne, hogyha itt nem állna meg a történet. Tehát igazából a napi elindulás előtt ugye gyakorlatilag a járműnek a kormányfék berendezését, világító berendezéseit egyébként is ellenőrizzük, mert ellenőriznünk kell, de téli időszakban azért egy kicsit komolyabban is fel kéne készíteni a járművünket. A nappalok egyre rövidülnek, egyre rosszabbak a látási viszonyok, tehát egyre több alkalommal kell a járműnek a világítását használni, a fűtőberendezését, klímát használni, annak érdekében, hogy egy páramentes szélvédőt kapjunk. Tehát itt célszerű az akkumulátort is akkor ellenőrizni, hogy ezt a téli fokozott terhelést azért bírni is fogja. Amit mondott, azon kívül természetesen célszerű a világító berendezéseknek nem csak a meglétét, nem csak az állapotát, hanem a tisztítottságát is ellenőrizni. Ez is rendkívül fontos ebben az időszakban. Gyakorlatilag az is egy nagyon fontos dolog lenne, hogy egy megfelelő ablaktörlő lapáttal rendelkezzünk. Lehet, hogy ez így kissé banálisnak vagy nevetségesnek tűnik első körben, de egy csúró esésben vagy akár egy szakadó esőben bizony nem mindegy az, hogy csíkosan töröl az ablaktörlő és gyakorlatilag semmit nem látok, vagy egy tiszta látófelületet kapok. Őszi időszakban ugye témánál maradva gyakorlatilag a ködök. És akkor itt van egy ködlámpa, ez mindenható? Nem mindenható, hát ez csak egy segítséget nyújt a járművezetőknek, ha azt is okosan használjuk. Gyakorlatilag a ködlámpa használatának is megvannak a speciális szabályai, hát ezt sokan nem igazán veszik figyelembe. Tehát gyakorlatilag ködben olyan látási, korlátozott látási viszonyok között lehetne ezt használni, mint például akár egy portfelhőbe, hogyha behaladunk, illetve sűrű hóesésben lehetne ezt alkalmazni. Jobban látunk, vagy jobban látszunk ködlámpa? Is gyakorlatilag. Hát az első kötfényszóró az egy nagyobb látást engedély ez a járművezetőnek. A hátsó pedig gyakorlatilag minket tesz láthatóvá a mögöttünk haladónak. Viszont, hogyha egy gépjármű sorban haladunk, teszem fel egy autópályán, akkor célszerű a hátsó kötfényszórót lekapcsolni, hogy a mögöttünk lévőt például ne vakítsuk el. Lakott területen belül ködlámpa használata? Pár éve változott a ködlámpa használata, tehát eddig szigorúan tiltva volt lakott területen belül. Most már megengedi a KRESZ, gyakorlatilag a látási viszonyokhoz köti a használatát. Ha olyanok a látási viszonyok, akkor egyáltalán egyúttal lakott területen, illetve lakott területen kívül is nyugodtan lehet alkalmazni. Természetesen nem csak autóval közlekedik bárki télen, hanem motorkerékpárral, kerékpárral. Nekik mire kell figyelni? Gyakorlatilag hát kerékpárral azért reméljük, olyan túl sokan télen nem közlekednek. A világító berendezések használatára nekik is mindenképpen felhívnám a figyelmüket, illetve a motorosokéra. Motorosok közül azt kevesen tudják, hogy a motor világítását akár segéd, akár úgymond nagy motorról beszélünk, még lakott területen belül is állandóan folyamatosan használniuk kéne.
Kerékpárosok esetében pedig a szokásos, tehát gyakorlatilag azok a világító berendezésekkel, prizmákkal, lámpákkal legyen felszerelve a kerékpár, amit a Kressz is előír a számukra. Ő nagyon bármivel közlekedünk is, őszi-téli időszakban, főleg téli időszakban, vezetés technikailag mire kell odafigyelni? Hát gyakorlatilag sokkal nagyobb óvatossággal, kisebb sebességet alkalmazva, nagyobb követési távolságot tartva az előttünk haladótól, mivel a fékút eleve attól függetlenül is, hogy téli gumit használunk, mindenképpen meg fog nőni a nyári útviszonyokhoz képest. Van valamiféle kampány is, amit önök hirdettek ezzel kapcsolatban, erről ha pár szót mondaná. Igen, az idei évben is az ORFK Baleset Megelőzési Bizottsága meghirdeti és megtartja a Látt és Látszani elnevezésű közlekedésbiztonsági programját. Ez gyakorlatilag két részből tevődik össze. Az első rész az egy kampányidőszak volt, gyakorlatilag a médián keresztül tájékoztattuk a lakosságot ennek a programnak a céljáról, okairól. Ez gyakorlatilag október 1 és november 1 között zajlott le. A második időszaka, ez november 1-től december 10-ig tart. Itt már gyakorlatilag ellenőriznünk is kell a világítási szabályoknak a megtartását. Ez mozgásban lévő, illetve parkoló járművek esetében is, hogyha Kressz előírja, akkor ezt is ellenőriznünk kell. Illetve a járművezetők esetében azt, hogy amennyiben szemüveggel kötelesek vezetni, ezt valóban használják-e. A programnak egy segítséget is nyújt gyakorlatilag a járművezetők részére. Autójavító műhelyek, illetve optikusok csatlakozhattak önkéntesen ehhez a programhoz. Gyakorlatilag, ha egy ilyen optikust vagy autójavító műhelyt meglátogat a járművezetőnk, akkor egy ingyenes átvizsgálásban lehet részt. Tehát gyakorlatilag az autója világító berendezéseit ingyenesen átvizsgálják, ha hibát észlelnek, természetesen azt már pénzért bejavítják a részére, illetve az optikusnál, ha bemegy, egy ingyenes látásvizsgálatban lehet része. Lehet tudni azt, hogy melyik ezek a cégek, vállalatok, akik részt vesznek? Igen, mondhatom is esetleg. Hát inkább az, hogy honnan lehet tájékozódni, hol nézhetnek utána. Interneten lehetne inkább utána nézni. Ami a pozitív a dologban, hogy optikus az Ajkán is jelentkezett idén a programhoz, viszont autójavító műhely a sajnos Veszprémben található a legközelebb. Ez így tökéletes. Egyetlen dolog, nagyon visszatérve még az autókra, a hólánc használata. Úgy tudom, Ausztriában kötelező, hogy meglegyen, tehát anélkül nem is lehet belépni. Nálunk mi ezzel a helyzet? Jó, ha van, kell, nem kell, mikor célszerű feltenni? Nálunk továbbra sem kötelező használata, általánosságban ez mondható el. Az mindenképpen célszerű, hogyha valaki hosszabb útra indul, vagy olyan téli időszakban közlekedik, hogy legalább a járművében van elhelyezve a hólánc. Olyan extrém időjárási helyzetekben Magyarországon is kötelezővé lehet tenni a használatát, tehát már akár a határon történő átlépés is hólánc használatához, illetve meglétéhez köthető, illetve Magyarországon is ki vannak gyakorlatilag táblázva azok az útszakaszok, nálunk is például a 8-as számú főútvonal Bakonygyepestől egészen Csebányáig, amikor erős havazás során ez az útszakasz csak úgy használható, hogyha hólánccal van ellátva a jármű. Tehát ott kötelező? Kötelező a hólánc használata, amennyiben nem rendelkezik, akkor hát ezt, másik útvonalat kell választani. Ezt például én sem tudtam többek között. Gondolom, hogy sokan így vannak ezzel. Nagyon köszönjük szépen a tájékoztatást, és minden jót kívánok. Én is köszönöm.